napot kigyelmeteknek! Közhírré tétetik a következő. Adatik tudtára országnak, világnak, hogy Martoson immár megkezdődött a Martosi Szabad Egyetem. Javában folyik a nóta, a mulatság, a tánc és a dínomdánom. Ide várjuk kigyelmeteket tanulságra és mulatságra. Szeretettel! Szeretettel köszöntünk mindenkit, elsősorban Eperjes Károly művész urat és a kitartó hallgatóságot is. Elkezdenénk a mai beszélgetésünket. A végén majd szerintem lesz alkalom kérdésekre is, meglátjuk. Az első kérdésemet fel is tenném. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Elnézést. Akkor az első kérdésemet fel is tenném. Mi az a projekt, amin éppen ön dolgozik, vagy amilyen szívének most a legkedvesebb? Az unokáimat őrzöm. Az a legjobb projekt jelen pillanatban, és nem tudtam, hogy ilyen jó nagypapának lenni. Most már kettővel kell foglalkozzak, jöhetne több is, majd jönnek. A Jóisten is úgy akarja. Ez a legfontosabb projekt most. Esetleg a kultúra területén van valami futó projekt? Hát velük eléggé sok kulturális programom van. De ahogy elnézem a kultúrát, ott eléggé, hát hogy mondjam, eléggé marginalizálódtam, ahogy így szokás mondani, mert amit képviselni szeretnék, az nem nagyon van. Ha megvan, az néha gagyiba látszik, úgyhogy minőségben jó kultúrát képviselni most nem csak Magyarországon, mindenhol nagyon nehéz. És én akkor azt javasoltam, hogy úgyis most a magyar időkben megy egy sorozat, ahol az egyetemes kultúra és a hát nem egyetemes kultúra párviadala van. Ez már régóta megy. Szerintem a magyarországi egyetemeken is elsősorban liberális szemlélet van. Ezt mindenki tapasztalja, akinek van diákja, vagy barátja, vagy barátnője, vagy ismerőse, vagy gyereke, vagy unokája. Hát alig találni, még keresztény egyetemeken is alig találni józan egyetemes értékrendű tanárokat. De azért vannak. Csak hogy mikor a nagyobbik gyerekem mind a kettő a Pázmányra járt, oda járt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karára, másik is a jogi karra jár, mind a kettő ott doktorált. Jó tizen pár évvel ezelőtt behivatott egyszer az akkori dékán, hogy maga miért mondja azt, hogy Pázmány Péter kaotikus egyetem? Mondom, mert az. És azt mondja, hogy de mire alapozza? Mondom, hát behoztam ide egy mindennapos szentáldozó gyereket, az vasárnapi szentáldozót csináltak belőle. De konkrétumot is mondom. És akkor elmondtam neki, hogy a fiam mindaddig napi szentáldozó volt, úgy, mint az apja, egészen addig, amíg ide a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre nem járt, és logika órán nem tanultak valami hülyeséget. Bent volt a fiam is, mert kértem, hogy jöjjön be velem, jaj, édesapa, hagyjál békén, és akkor én ehhez keveset értek, de például Pázmány Péter Katolikus Egyetemen annak idején azt tanították, hogy van olyan szituáció, amikor a racionális jog minden jogot megelőz. Tehát az ész az Isten. Mondom, hát ez abnormális. Jaj, és akkor a fiam szégyelte magát, és jaj, édesapám, bocsássa meg professzor, édesapám azt úgy érti, hogy, és elmondta a tételt 5 percben, amiről én egy szót nem értettem, csak azt értettem, hogy a fiam helyesli azt ebbe a tételbe, amit tanítanak neki, hogy az ész racionális jog, van olyan helyzet, amikor a természetes jogot megelőzi. De ilyen nincsen. És akkor én mondtam neki, de várjunk már, professzor, úgy látom, hogy itt a fiam a kétharmad, egyharmad arányba leszavaztak. No, akkor szeretném bebizonyítani azt, hogy sajnos nem nekem jutott eszembe, hogy Pázmány Péter kaotikus egyetem. No, magának van itt egy szobája? Azt mondja, persze, hát ott ülünk. Mondom, hát csak nem tagadja le. Akkor itt a takarító személyzetnek van szobája, ha hogy ne, ott ülünk. Az öt szomszédban van itt mellettünk, jó. És mondom, a tanszékeknek van szobájuk, persze.
közösségi termek vannak? Igen. Az anyagnak van helye. Hát hogy tetszik ilyen? Mondom, WC van, WC van. Szóval van. És mondom, és az Úr Jézusnak van itt helye. Hát hogy tetszik érte? Így, hogy mondom, az Úr Jézusnak van itt helye. Szóval hogy tetszik érte? Így, hogy mondom, az Úr Jézusnak van itt helye. És akkor már csak nézett. Hát Péternek is háromszor kukorékolt a kakas, gondoltam, többször nem kukorékolok, kakasnak még jó voltam talán a gender őrület előtt. Mondom, ide figyelje. Hát van itt kápolna, ahova minden pillanatban bemehetnek a diákok imádkozni. Jaj, hát értem a kérdés, jaj, hát értem. Hát azt mondja, először kívülről kell rendbe tenni. Érti? A külcsínre nagyobb, mert visszakapta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az egyetemet, kívülről rendbe kell tenni. Nem ám a lelket kőbe rakni előbb. Ki kell zsinosítani. Mondom a Viktor testvérnek, Orbán Viktor, ez az első Orbán kormány ideje volt. Mondom, ide figyelj, nyakas testvérem, na mi van, pápista? Mondom, ide figyelj, majd most be fognak ám hívni téged a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, de az kaotikus, úgyhogy majd mikor végigvezetnek a Katolikus Egyetemen, te sehol semmit ne kérdezz. Jó? Mikor vége lesz az egésznek, akkor lesz egy fogadás. Kocintanak, és te, pápista, haverodtól azt fogod, vagy barátodtól azt fogod megkérdezni, hogy hon van itt a kápolna? Na, egy hónap alatt lett. Erre egy református miniszterelnök megkérdezte tőlük, hogy hon van itt a kápolna? Erdő Péter bíboros úrunk akkor még csak segédpüspök volt, éppen a falunkból a legutolsó gyereket pappá szentelte, és ott voltam a pappá szentelésen, mondom, köszönöm, püspök úr, hogy... Azt mondja, én köszönöm, mondom, maga nekem, már mondom, ennek a gyerek nekem nem rokonom, csak falunbeli. Persze, hogy itt voltam, örülök, hogy végre a falu még egy papot kiimádkozott. De nem emiatt mondtam, hogy köszönöm, most már van kápolnám. Mondom, tudja, hogy az... Van valami közöm hozzá, mert Viktor testvérnek mondtam, hogy szóljon már maguknak, hogy ha bemegy oda körbenézni, hogy mi van. Szóval te persze, azért mondom, hogy köszönöm. Most már van kápolna. Mondom, látja, erre való jó, hogy egy színész apuka megmeri mondani, amikor a gyerekét elhűítik a Pázmány Péter kaotikus egyetem. Azt mondja meg, hogy honnan vegyek ennyi keresztény tanárt. Azt mondja meg. Átkértem a másik jogról. Logika tanár katolikus nem volt. Nem volt az országban logika tanár katolikus. Ezért átkértek az ELTE-ről egy tanárt, azt tanította a gyerekeknek a logikát. Mondom, de hát ez így nem jó. Hát ez így baj lesz. Hát kérem szépen, 4 évvel ezelőtt kaptam egy osztályt, Isten kegyelméből, 30 évvel ezelőtt hívtak a színművészetére tanítani, elmondtam a tananyagot, nem hívtak. Nem hívtak, onnantól kezdve már nem hívtak. Hát, jó van. És 4 évvel ezelőtt Kaposváron, na, az egy ilyen sötét somogyi hely, ott az Eperjes a tanít, nagy baj nem lesz belőle. Hát minden évben kicsináltak egy tanáromat. Először az Ernyei Bélát, utána a Spindler Bélát. Úgy látszik, a Bélákra rászállnak. Itt még a híd még nem dölt be. Sajnos, mondják itt egyesek. Lehet, hogy így van, de meg kell téríteni, hát, ha jobban járunk. No, elég az hozzá, hogy elolvastam a feladatomat, mondom, én nem írom alá a szerződésemet, amíg nem írják rá, hogy Eperes Károly tanár. Hát hogy? Én nem vagyok oktató. Én nem vagyok oktató. Gyerekeket tanítani kell. A szívre nevelni kell, az agyra okítani. Kettő együtt a tanítás. Amen. Az egyetemen nem csak oktatni kell, hanem nevelni is. A kettő meg együtt a tanítást. A szívre nevelni kell, az agyra okítani. Kettő együtt a tanítás. Tanítványokat se úgy hívták, hogy nevelmények vagy okítmányok, hanem úgy hívták őket, hogy tanítványok. Mert az Úr Jézus egyetemesen akarta átadni. Szív, agy, harmónia. Fidesz et ratio. Azért vagyunk ilyen kevesen. Hát azért vagyunk ilyen. Fiatal meg pláne. A mai fiataloknak vagy a szívkölcsök, és magyar vagyok, wow. Vagy pedig agykör. Nem kell nekem a szíve. Pedig igazán a szívével lát az ember. Kis herceg. No, a szív, agy, harmónia. Fidesz et ratio. Hát enélkül nem létezik az egyetemes kultúra.
Na most Orbán Viktor testvérünk se volt az. Én se. Nemzeti liberálisok voltunk. Mondhatjuk úgy, hogy keresztény nemzeti liberálisok voltunk. El kellett dobni a liberalizmust, ezt hívják úgy, hogy illiberalizmus, hogy végre keresztények legyünk. Na, hát hogy érzem magamat? Úgy érzem magamat, mint a Viktor például. A Viktor magában neki ment ennek az őrületnek. Ezt egyszerre az állt mellé, innen például Szlovákiában egy szocialista testvér, Fico testvér állt mellé. A lengyeletű hátra, hátra volt katolikus, ott katolikus állt mellé. Cseheknél nem volt jobb, mindig az állt mellé, aki, no, aki éppen ott volt. Hát nem így van, hát így van. Bementem a Kaposvári Egyetemre, és bent van akkreditációban, hogy vallástörténetet lehet tanítani. Maguk szerint Eperjes Károly osztálya előtt valaha, mikor volt vallástörténelem tanítás a színművészeti egyetemeken? Soha. Hát hogy lehet úgy tanítani, hogy a gyerek nem tudja, hogy mi volt Krisztus előtt, meg Krisztus után? Hogy mi volt a, az ősvallásokkal, mi volt a több istenhittel, mi lett a monoteizmus, az egy istenhit, abból hogyan alakult ki a zsidó hit, abból hogyan alakult ki a katolikus hit, abból hogyan ment szanaszét katolikus, református, evangélikus, baptista, szabadegyházak. Hát mi magyarok vagyunk az egyedüliek, ahol túl elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Azért van itt 2020-ban az eurisztikus világtalálkozó, mert sehol a világon nincs annyi magát kereszténynek valló egyház, mint a Kárpát-medencében. Hát sehol nem váltották le a Szent Háromságos Egyisten, mint Magyarországon. Unitarizmus. Sehol nem volt olyan buta nép, hogy azt mondta volna, hogy Jézus pártus magyar herceg. Vagy azt mondta volna, hogy pártus cseh herceg, vagy pártus szlovák herceg. Ilyen hülyeséget sehol nem mondtak. Hát hun van, hát hun támaszt az Isten ilyen furcsákat, mint a Viktor, vagy én a kultúrában. Hát támaszt. Azt, hogy mire jutunk, hát majd csak lesznek csatlósaink, nem? Hát majd csak fölébred mindenki szép lassan. Úgyhogy mikor itt van ez a vita, hogy, hogy a kultúra. Hát erről egy lengyel bácsi, Karel Wojtilának hívták, most már Szent Második János, olyan szépen beszél. Azt mondja, nem mindegy, hogy a halál civilizációját, vagy az élet kultúráját követjük. Ennyi az egész. A halál civilizációja az mindig ez izmus. Kapitalizmus, szocializmus, nacionalizmus, fasizmus, nihilizmus, globalizmus. Hát ez a nihilizmus, meg a relativizmus. Mindenkinek igaza van. Na most ez a legnagyobb hazugság. Liberálisok most nagyon mondják, hogy mindenkinek igaza van. Ha mindenkinek igaza van, akkor senkinek sincs igaza, mert nincs igazság. Világos? Egyedi igazságok vannak. Amen. Hát ez az aberralizmusnak a csúcsa. Ezek meg a szivárványok. Hogy nincs férfi, nincs nő, hanem mindenki olyan, amilyen. Meg akarja. És megválasztani a saját nemi szervét. Hát nem is értem. Nem is értem. Hát nem a jó Istentől kapta, meg az anyján, meg az apján keresztül. Hát különben hogy gyűjt ki? Különben hogy gyűjt ki ide pottyant? Vagy valami lombik baby programban ide pottyantották. De akkor is volt vala, a gének valahogy úgy hagyták össze, hogy valamilyen neme csak volt, nem? Hát nagy baj van. Minden izmus középpontja az egoizmus. És két út van előttünk, az Isten törvényút, meg az öntörvényút. Az öntörvénység idegen, szóval egoizmus. Minden izmus középpontja az egoizmus. Az legyen protestantizmus, katolicizmus, kapszulom vasárnap egy órát egyébként, meg hétközben meg kell léni. Baek. Hát ebből van a legtöbb. Hát ebből van a legtöbb. Hát borzalmas állapot van a világban. Hát nézzél meg, hányan vagyunk itt. Ha most én itten sört osztottam volna, kulturális sört osztottam volna, vagy esetleg virslit, ne adj Isten pálinkát hozzá, és még csinálnék valami ilyet a mikrofon, nagyon sokan lennének. Nagyon sokan lennének. Hiszen szabadulhatnának a szabad egyetemen az ösztöneik felé.
Hát csodálom, hogy van itt még fiatal. Hát voltam már itt egy pár, itt is, meg Tusványoson is. Hát 3 évvel ezelőtt olyan állapotban volt, hogy 3 gyerek is meghalt, fű meg egyéb, eltűntek. Hogy most már 3 éve oda nem is megyek a Tusványosra. De itt is ugyan, azt hiszem 3 évvel voltam ezelőtt utoljára. Hát olyan fájdalom látni, hogy a mögöttünk levő generációk hogy butulnak el, vagy a szívükre süllyednek le, vagy az agyukra húzódnak föl. De hogy a szív vagy harmónia a szabad akaratukból összegyűnne, hát az nagyon nem látszik. És ha az ember próbál őket tanítani, van egy tanártársam, aki az Ötvös Loránd Tudomány Egyetemre behívták tanítani. És mondott egy mondatot. És azt látta a gyerekeken, hogy bölcsészkar, hogy a gyerekek furcsán néznek. És abban mondatban, jelzős rendszerben bent volt az, hogy pósalaki. És rákérdezett, hogy van aki nem tudja, hogy mit jelent az, hogy pósalaki? Hát úgy tudom, hogy a magyar irodalom, magyar nyelvszakon vagyok most itt vendégtanárnak. Mondták a gyerekek, hogy na, tegye fel a kezét, aki tudja, hogy hol található ez a magyar irodalom, hogy pósalaki. 2 tette fel a kezét. Na jó van, azt mondja, akkor az a 2 most ne válaszoljon, megkérdezném, hogy nem kötődik ez valamelyik íróhoz maguknak, magyar íróhoz? Na, akkor kezdjük elő. Ismernek ilyet, hogy Móricz Zsigmond? Mondták, hogy igen. Azt mondja, akkor jó van. És akkor melyik regényét ismerik? Nem ismerték. Azon a 2 kívül senki nem ismerte. Légy jó, mint halálig. Kötelező olvasmány. Volt. Most már nem. Hát a liberális tanítás az lenne. Nehogy már normálisakat olvassanak a gyerekek. Hát 10 évvel ezelőtt az akkori balliberális minisztérium, meg az értelmiségiek, ugye én nem vagyok értelmiségi, remélem nem is látszik rajtam, harmonikus szeretnék lenni, de nagyon. Isten őriz, hogy szívemtől elszakadt agyas legyek. Azok úgy hívták magukat, hogy elvtárs. Most meg úgy, hogy kortárs. Tudja, mi a kortárs művészet? Amikor a hülyeséggel csatázik. És mi a dráma? A jónak és a rossznak az ütköztetése. De ha jót relativizálom, vagy a rosszat, akkor nincs dráma. Akkor csak túlélés van baj. Valamilyen áron, az ösztöneid árán. Éld túl. És minél jobban. Élvezz. Erről szó. Hát ez a tanárember, mikor megtudta, hogy csak 2 olvasták az egész ELTE bölcsészkarán, abba az évfolyamba. 2 olvasták a Légy jó, mint halálig, azt mondta, hogy azt hiszem nekem ide nem kell tanítani jönni, mert maguknak még van más is, amit addig meg kéne tanulni, mikor én elkezdeném valamit. Nincs mire építsek. Hát ne vicceljenek. Hát az borzasztó állapotok vannak. Szóval 10 évvel ezelőtt az akkori értelmiség, aki azóta is túlélt minden hatalmat, azok azt mondták, hogy a mai gyerekek nem értik a klasszikusokat, Shakespeare-t, Jókait, Móriczot, Molière-t, átkölöket írni, mert különben nem értik meg a gyerekek, meg nem fogják elolvasni. Értik? Shakespeare-t, Jókait, Móriczot, Molière-t lehúzni a hülye gyerekre. Nem ám a furcsa gyereket föltolni Shakespeare-hez, Molière-hez, Mixáthoz, Móricz. Hát akkor tanítani kéne. Nem oktatni, tanítani. Hát a hülyeséget lehet oktatni. A jót azt tanítani kell. Azt morálra kell építeni a bölcseletet. Morál és bölcselet. Fidesz et ráció. Mert ha szétszakad, az akkor az agyasok hűítik a hiszékenyeket, vagy a hiszékenyeket az agyasok. Hát nézzék meg, az ilyen furcsa helyeken vannak az agyasok, este meg leszedálva a szívesek. Néha találkoznak a romkocsmába.
Ez a trendi. Na most, hogyha ebből valaki kilép, az furcsa. Most a normalitás a furcsa. Értik? Mit mond Arisztotelész? Ha cselekvésnek nincs önmagán túlmutató természet fölötti célja, akkor a cselekvés nem művészet. Azaz csak profán, azaz valós. A művészet akkor lesz művészet, ha a cselekvésnek önmagán túlmutató természet fölötti célja van. Természet fölötti cél mi? Az örök élet. És abban részt lehet venni? Annak meg van gazdája. Az a gazdája meg elmondta, hogy mi ehhez a recept. A receptet meg ki lehet váltani. Attól még a recept, recept. Azt mondják, hogy nem kell nekünk a recept. Tehát ott van a 10 parancsolat. Hát volt már olyan erdélyi nagyváros, ahol föl kellett szólítanom, évszázadok óta úgy volt a szószéken, ez történetesen egy evangélikus templom volt, de van, ahol katolikus templomban is már láttam ilyen hülyeséget, hogy a szószéken úgy volt a 10 parancsolat, hogy az egyik táblán 5, meg a másikon is 5. Hát Mózes nem matematika órán volt, hanem hit és erkölcs tanórán. Hát az első táblán van 3. Azok az isteni parancsolatok. Aki csak azt tartja be, az fanatizmusban él. Imádlak, Uram, a szomszéd hülye. Mondok rá példákat. Inkvizíció, vallásháború, keresztényüldözés, dzsihád. Ez a modern is. Ez mind ugyanaz. Az enyém az Isten, a többi halljon meg. Aztán amikor a második táblán megvan 7, azok az emberi parancsolatok. Azt meg úgy hívjuk, hogy humanizmus. Én mindenkit úgy szeretek. És milyen törvény alapja? Hát csak úgy, hol így, hol úgy. Hun így, hun úgy. Ezek a hun magyarok. Hun így beszélnek, hun úgy. Ezt most tanultam a Pétertől. Ezek a hun magyarok. A hun így beszélnek, hun úgy. Nagyon jó, ezt terjeszteni fogom. Nekem is van egy, azt mondta Viktor, hogy használhatom, mert mondom, persze, nyugodtan. From Szamóca. Mi vagyunk az egyetlen nép, akit saját maga vesz körül. Trianon óta. Amen. Hát hol legyen az oltári szentség? Ünnepel 2020-ban, mikor 100 éves lesz a trianoni őrület. Hát hol legyen? Hát hol legyen? Na most... Akkor menjünk a kultúrára. Tudják, hogy a szlovákok miért tartanak előbbre, mint mi? Mert itt erősebb a kereszténység, mint nálunk. Európa legkereszténybb állam a Szlovákia. Vatikáni kimutatás, 2000-es kimutatás. Szlovákiában 100 000 katolikusra 17 kispap esik. Második helyen Lengyelország, 100 000 katolikusra 13 kispap esik. Harmadik helyen, kapaszkodjanak meg, Románia, 100 000 katolikusra 12 kispap esik. És a Romániának katolikusságának 83,4% a magyar anyanyelvű. Hát a határon túli magyar szülők nem volna elhassan, be kéne zárni a teológiákat. Ha átgyűnnek, én mindig mondom, hogy nagyon jó, hogy itt vagy, és nem mész nyugatra GDP szerint, hanem menj vissza, mert ha nekünk nagyon jó, hogy itt vagy, de ha ti ott elfogytok, akkor a bilincs összeszorítja a belseit. Amúgy is tudják, egy szeletkenyér, olyanok vagyunk, mint egy szeletkenyér trianóta. A héját leválasztották a beléről. A héjában nagyobb a vitamin. Ha elfogy a héja, így roppan össze. Így roppan össze a bele. Mert két irányú ám a támadás a liberalizmusnak. Kívülről is, belülről is. Hát egyszer azt mondta nekem Székely Véckém, Gábor atya azt mondta, le volt hajtva fel, mondom, mi a baj, Gábor atya, azt mondja. Volt ott egy vita. Azt mondja, tudod, Ceausescu nem tudott annyit ártani a székelységnek, mint a szatellit antenne. Satan. Satan. Tenna. Satan. Mondom, már? Azt mondja, hát a faluba ennyi válás nem volt. Amióta kimennek,
Magyarországra, meg Németország, Ausztriában, meg Olaszországban az emberek dolgozni, hozzák haza a liberalizmust. Hát a Ceausescu ellen legalább volt, mi összetartsa a falut a templomba. Most már nincs. Most már nincs. De itt ugyanez a helyzet. Hát tudom, én járok ide és oda is, amerre megyek mindenfelé, ahova hívnak. Hát egyre kevesebb kell, mert túl világos, amit mondok, és az nagyon veszélyes. Az nagyon veszélyes, túl világos. Túl világos. Hát itt Orbán Viktor hiába megy, nem hiába. Mehet jó irányba, ha többi nem megy utána. Hát a Viktornak is egyszer csak ott kellett hagyni a liberalizmust, nekem is, 25 évvel ezelőtt. Fölfogtam, hogy a mi atyánknak a közepe, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Napi szentmise, szentáldozás. Na, most itt egy tabernákulum ül fönn, kérem szépen, én már voltam szentmisén szentáldozáson. Hát, tudtam, ha nincs halálos bűnöm. Egyébként hetente szoktam gyónni, áldozni. De áldozom minden nap, mert a második János pápa is minden héten gyónt. Hát ha ő neki összejött egy hét alatt valami, akkor nekem is csak összejön egy hét alatt valami, nem? Hát ez amilyen pofám van. Hát úgy be tudok szólni a családomnak, vagy a környezetemnek, ha valami hülyeséget látok. És nem káromkodva, csak miért nem így, miért nem úgy? Hát persze. Nézzék meg. Magyarországon Szent István népe, Mária országa, ahol legyen 2020-ban az eurisztikus világtalálkozó. Ez jel ám, ez jel, ez jel. Nagyon nagy jel. Kérem szépen, az oroszoknál 80 év kommunizmus nem tudta leváltani a... Tudják, hogy hívják magukat, akit tudnak szlovákul is talán, tudják? Én nem tudom szlovákul, hogy hívják a vasárnapot, de az oroszok úgy hívják, hogy Vaskreszény, azaz feltámadás. Mikor Brezsnyev, Lenin vagy akárkik összehívták a népet a Vörös téren, tutavarsi, szópa, zsaluszta, voszem, csaszov, vaskreszénye, krasznya plósadje. No, elvtársok, föltámadáskor találkozunk itt a Vörös téren. Ezt bírták mondani a kommunisták. Magyarországon meg volt egy felvilágosodás, és kisöpörtük, hogy mi volt eredetileg a napja. Németek hogy hívják? A gót világból. Nap-nap. Az a vasárnap. Mi meg hogy hívjuk? Úrnap volt ez magyar. Még a nagyszüleim, meg az dédszüleim még így hívták, hogy úrnap. Jött egy felvilágosodás, aztán szépen beszivárgott, és lett belőle shopping magyar. Vásárnap. Vasárnap. Együnk, vegyünk! Ne járjunk táplomba! 2004. december 5. Hanyan lettek volna a korába, morába, borába, horába, heszkó, meszkó, beszkó, diszkóba, mint ahányan aznap nem mentek el szavazni? Az ország 62%-a nem ment el. Ugyanez lett volna a helyzet itt is. Meg Erdélyben is. Ne lepődjenek meg! Ugyanez lett volna. Lelki Trianon. Ugyanez a helyzet. Ismerem a lelki állapotát a szlovákiai magyarságnak. Ugyanez lett volna az arány. Itt is, meg Erdélyben is. Ugyanaz az arány lett volna. Sajnos. Még mielőtt dobnánk követ. Hát nekem be kellett menni ott a Fideszbe, mert 1.300.000 írt be igent. Mondom, várjatok már. Az Úr Jézus keresztje alatt ketten voltak normálisak. A mama meg az egyik tanítvány, aki még a Getsemanikába elszaladt. Egy volt közöttük, aki még a föltámadás előtt bocsátot kért az Úr Jézustól. Nem költ neki nagyobb gyónni, csak megjelenni. Mi várt Jánosra, hogy fölfeszítik? Amma nem törődtek vele. Íme a te fiad, íme a te anyád. Ha ketten összejöttök a nevembe, ott vagyok közöttetek. Uram, ne tolasd mérjék a bűnt. Hopp, lehúnyt a szemét. Jaj, papa, vársz! Hát ott ketten voltak, az mi lett belőle? Ott meg volt 1.300.000, aki igent írt be. Gondoljanak bele. Volt Magyarországon 2014, vagy 2004. december 5-e, ugye? 1.300.000 ember normális. Nagyon nagy dolog. Nem kettő.
1.300.000. És 2016-ban, amikor, hogy európaiak vagyunk vagy sem, hány volt? Az meg az európai lelki triona. 54%-a el sem ment, hogy kiálljon a Viktor mellett. Meg a magyar társadalom mellett. 54%-a el sem ment. Hogy tudná, hogy hun van, meg mi a dolga Európában? Mikor már 2004. decemberében nem tudta, hogy ki a testvére. Meg hogy ki az első szent királya, és nekünk szent család az első szent uralkodói családunk. Amikből az egyik bajorországi volt, a másik valami. Magyar, innen-onnan, amonnan Pisti bácsi, Vajk, volt egy Imruskájuk, meg volt más gyerekük is. Imre, magyar ifjúság védőszentje, Szent Imre. Hány helyen imádkozik a magyar ifjúság Szent Imréhez, meg Szent Erzsébethez, meg Szent Margithoz. Hát Boldog Gizella német bajor lovagokkal kicsempészte a fiát, nehogy meggyalázzák a sírját. Gizika néni, nem akartam GDP szint magyar királynő lenni. Majd Pista bácsi, meg majd megyek hozzá egy másikhoz. Pisti bácsi meg, amikor haldokolt, azt mondta, Gizuskám, hívjuk össze az ország nagyjait, meg a papokat, hívjuk össze. Nem egy gyerekük volt, több gyerekük volt, volt, aki koraszülésben volt, aki elvetélésben volt, aki kiskorában halt meg. Imre volt egyedül, aki megérte a felnőtt kort, és ráadásul szűzi házasságot kötött. Tehát úgy se lett volna, szerintem azért jött a vatkan. Hát ott csak dumál a Pisti bácsi meg a családja, hogy ez szűzi házasság, majd csinál egy gyereket, az lesz az utód, öljük meg, mondták az ős magyaruk. Nehogy már Pisti bácsinak legyen utódja, az a keresztény legyen Magyarország. Hát Szent István után majdnem kiirtotta magát a magyarság. Azt mondja, Jézuskám, hát nézzük meg, én a kultúráról beszélek, látja? Ez a kultúra, nem nincsen történelem tanítás. Jézuskám, hívjuk össze, összehívták. Itt nincs más megoldás. Nem azt mondta az Istennek, Szent István, jaj, nem vagy uram. Elvetted az Imrét is, meg a többit is. Nincsen itt, többen vannak a pogányok. Okosszunk föl magunkat, Jézuskám, vagy lőjük fejbe magunkat, nincs Isten. Nem ezt mondta. Még oda jogászkodta az Istenhez. Uram, mamán keresztül fogad el ezt a nemzetet. Magyarokat, tótokat, svábokat, cigányokat, zsidókat, ruténokat, székelyeket, csángókat, horvátokat, szerbeket, jászokat, kunokat, besenyőket, úgy, ahogy van. Fogadd el! Itt a Kárpát-medencében. Hát fogadta. Itt volt tatár, török, Habsburg, náci, szovjet, most itt van a globalizmus, a legnagyobb izmus, a nihilizmus, meg a relativizmus. Ugye én, a nihilizmus tudják, mi a független. Én függetlenre nem szavazok. Hát ő nem tudja, hogy kicsoda, akkor mit csináljak én vele? Hogy fogom számon kérni, hogy mit csinál a parlamentben, vagy mit másul? Mi a független? Hát levegőt csak veszel, nem? Na, hogy veszek, hát különben nem érezném, hogy éle. Viccelsz? Érzed, hogy létezel? Ha persze. Honnan tudod? Hát a levegőt veszek. Húha, hát az ingyen van. Na, de pásza, mindenki kapja. Na, és azt valaki ingyen adja. Na, az ki az? Na, ez egy jó kérdés, kerest. Magáról azt mondja, vagyok, aki vagyok. A nacionalisták, meg a szocialisták, meg a kommunisták, meg azt mondja, nem vagyok, aki vagyok. Az aberalisták, a globalisták, a nihilisták, meg azt mondja, vagyok, aki nem vagyok. Az eredet mindig csinos volt, de soha nem volt olyan csinos, mint most. Szent István felajánlotta. És honnan tudjuk, hogy Szent István szent? Most volt az ünnepnapja, a Lászlókat szeretettel köszöntjük. Meg tegnap volt Portugália Erzsébet, aki magyar származású. Nekünk van a legtöbb királyunk, meg királynőnk, aki árpádházi szent Európában. Hova jön az Eucharisztikus Világkongresszus 2020-ban? 100 év trianon után. Hát hova jön?
hová jöjjön. Még hogy a mama... Mikor Ferenc testvére azt mondta, hogy Mária levette rólunk a kezét, hát én érte és rögtön elmondtam egy tized rózsafüzét. Kérdezte is a Viktor feleséget, komolyan? Mondta, persze, ne veszen el, térje meg, leszünk egyel többen. Hoppá! Hát ez a megoldás. Legyünk egyel többen. Hát térjen meg. Úgy is fogyunk. Térjen meg, azt leszünk egyel többen. Talán közben diplomázik is. Hát mit tudom én? Hát és ráadásul milyen védőszentje van? Szent Ferenc? Nem akárki. De én onnan tudtam, hogy Magyarországon a szűzanya nincs kétharmad normális, amint hallottuk. Majd összehozza. Nincs normális kétharmad, nyugodjanak meg, Felvidéken sincs. Újvidéken sincs, Erdélyben sincs, Kárpátalján sincs. Ahol egyébként a legrosszabb a helyzet. Élet szempontjából. De mintha hit ott volna most a legtöbb. Talán a fájdalomtól. Hát hogy lett Szent István szent? Azt mondta Laci bácsi, László király. Hogy kell viselkedni egyébként a mostani migrációval? Nem a menekültekkel, hanem ezzel az őrülettel. Hát amikor betörtek a kunok, mit csinál Szent László? Kárpát-medencéről kiszorította őket, az elfogottakat meg nem gyilkolta le, hanem azt mondta, aki elfogadja ezt a kultúrát, az letelepedhet. Aki nem, az Isten hírével. Amen. Nem van párhuzamos kultúra. Nem. Aki ezt elfogadja, maradhat. Aki nem, jó napot. Na, Laci bácsi azt mondja, hát aki a nagyapának kiszuratta a szemét, az nem akárki volt. Vazul unokája, Szent László. Kegyetlen király volt, Szent István. Ki kellett volna végeztetnie? De akkor kihal az Árpád ház? Koppány, vazul, ezek föllázadtak. Volt, akit ott akkori törvény szerint meg kellett ölnie. Felségárulók voltak. Vazulnak viszont kiszuratta a szemét, azaz hatalomra alkalmatlannak tette. De nem ivartalanította, különben kihal az Árpád ház. Menjél Lengyelországba. Azok majd rendbe tesznek téged ott. Vazulkám. Annak az unokája László. Azt mondja, hű, aki a nagypapámat nem ölte meg, hanem kiszuratta a szemét, az egy olyan irgalmas király volt. Ne nézzük már meg a sírját. Kibontották a sírját, megtalálták a jobbját. Na, indítsuk el a szentély nyilvánítást. Na, Szent Istváninak lenni Krisztusi. Én szeretnék Szent Istváni magyar lenni. Meg Szent Erzsébeti, meg Szent Imrei, meg Szent Lászlói. Minden korma megvannak azok, akik az Isten törvényén igyekeznek járni, vagy az ön törvényen. Persze az ön törvényen csinosabb járni. GDP szerint is jobb. Amúgy a világ szempontjából könnyebb. Csak aztán a nagy születésnapkor, a mennyei születésnapkor veszélyes. Egy dunántúli pártitkár haldokolt a 80-as években. 40 kiló volt szegény vaságyal együtt, jártak be hozzá az elvtársak. Kitartás, elvtárs, kitartás. Hova? Te látta, hogy merre tart a történet? Tudományos szocializmus, az anyag eléri súlypontját majd. Aztán amikor egy hétig így jártak, ha jártak, egyszer csak megint jöttek, ártás, kitartás, szóval hagyjátok el. Isten nélkül lehet élni, de meghalni nem. Még ő megvárni az utolsó pillanatot. Miért nem lehet addig is Istennel együtt élni? Akkor nem veszekedne szlovák a magyarral, nem volna érdekes, hogy vannak a határok. Mert GDP szerint nem lehet Európát építeni. Hogy hon van euró, és hon van forint, és hon van zloty, és hon van korona. Az nem államhatár. Az financiális határ, ami egyébként tovább terjedhet.
nem gyerekjáték, ami itt folyik. Hát itt előttünk itt voltak a barátok között, ilyek. Nem biztos, hogy egy szekéren ülünk, akik itt ültek, hárman meg én. Nem vagyok benne biztos. Ha azon a szekéren ülnék, akkor én nem jönnék el ide. Mert magamat csókoltatni akarom. Nem, minden. És hogy hülyítsen magukat. Hát annak van értelme, hogy javuljunk, nem? És mindenkinek megvan a saját lelkiismerete, tudja, hogy huntart, azt lehet javítani, akkor talán közben a családtagja is jobb lesz, mert az, ha a papa javul, a mama javul, nem kéne nekünk is, mondják a gyerekek. Vagy a gyerek javul, azt mondja a papa, hopp, a gyerek javul. Nem kéne nekem is javulni. Hát ez csak érdekes módon, összeáll a család. Mi vagyunk az a nép, ezért mondják a perem népek, szabad így hívnom őket, mert remélem nem haragszanak meg, a szlovákok, a románok, az ukránok, a szerbek, a horvátok azt mondják, hogy nektek magyar vallásotok van. Igazuk van. Bár Szent László alapította Zágráb érsekségét, nem tudom, tudják-e. Ha néha mennek le Dalmáciába, menjenek be a Bazilikában, most már visszatették Szent Lászlót, a kommunizmus alatt ki volt rakva. De most már visszatették, igaz, nem a főoltárra, hanem a mellékoltárra. De jó van ez így. Visszatették. Ő alapította. Miért mondják, hogy magyar vallásunk van? Mert azt látják, hogy nekünk annyi fajta Krisztus hitünk van, református, evangélikus, baptista, hídgyülekezet, nem tudom micsoda, Jézus pártus magyar herceg, unitarizmus. De most melyik Isten náluk az? Mindegyik elsősorban magyarság felől közelíti meg. Holott a helyes identitás úgy hangzik, hogy Isten, család, haza, egység, hogy eljussunk az örök életre. Az Isten és a nemzet között a család a pillér. És még egy. Az egyetemesség. Ezért kell szétszedni a katolikus egyházat minél több részre, azért kell a családot több részre szétszedni, mert akkor nem tud összeállni a nemzet. És akkor, tudják, nem mindegy, hogy valaki közösségbe vágyik, vagy tömegbe. Közösségbe az egyéniség válik. Azt mondja, ha én vagyok az Isten. Választok egy ideológiát, tömegbe vágyik, tömeget gyúr, és sztárként visszadől saját magába. Ez a tömeg halál civilizációja, ami az egyéniség blöfölésből indul. A személyiség fejlesztés az más. A személyiség tudja, hogy van fölött egy principium, az ő törvényei alapján közösségbe vágyik, közösséget formál, és szentként visszatér teremtőjéhez. Legyetek szentek, mert én szent vagyok. Tegyétek rendbe, mert rendben vagyok. Igazoltok meg, mert igaz vagyok. József Attila ezt így mondja, Thomas Mann üdvözléséhez, az igazat mond, ne csak a valódit. Hogy olvasott József Attila Thomas Mann európai az európait? Már akkor is érdekes volt a Németország meg Magyarország helyzete irodalmilag. Azt bírta mondani Thomas Mannnak József Attila, amikor Magyarország jött, eléggé furcsa mondat. Az igazat mond, ne csak a valódit. Az igazság fölött áll a valóságnak. A valóság az, hogy születünk meg hang. Az igazság az, hogy Jézus föltámad. Krisztus fel nem támad, hiába, hogy maguk itt vannak, vagy én itt vagyok. Ahol én színházi vezető vagyok, ott bennem teheti a lábát Jézus Krisztus, a szupersztár. Hát Jézus Krisztus nem szupersztár volt, hanem szent. Ráadásul megváltó. Az egyetlen a világtörténelemben. Volt egy társa, a mama. Az a dogma is előbb-utóbb kijön majd. Az lesz nagy futkosása a keresztény oldalon. Világos beszél. De az Isten a királycsa, ahol én színházi vezető vagyok, be nem teszi a lábát. Betelt ide, akkor én elszerződök. Hát az Isten a királyban mit mond István? Nem is az a cím, hogy Szent István király. Válád uram, de nélküled. Volt is ilyen, aki a parlamentben azt mondta, hogy na és?
És akkor mi van? Szent István ilyet mondjon? Ha mondtam, a Leventének is, meg a János. A Levente visszaköszön, a János már nem nagyon. Mondom, hogy csinálhattatok ilyet? Butítani a nemzetet. Hálád Uram, de nélküled. És a végén a himnuszt. Hát a Szent István idejében nem is volt himnusz. Hát az eredeti himnuszunk, tudják mi? Hányan tudják? Egy-kettő. A boldog asszony anyák. Hát persze, majd egyszer visszakerül a helyére. Nem haragszanak, én mindig vigyázválok, ha hallom a mostani himnuszunkat, de ez egy protestáns himnusz. Add Uram, de azonnal! Hát adja, de mi akarjuk-e? Szabad akarati teológia az a katolikus teológia, a református teológia az az eleve rendelés. Eleve el vagyunk rendelve az üzre, de hogy oda fogunk érni, vagy nem, az valamelyest. Rajtunk is múlik, aki engem akar követni, vegye föl keresztjét és kövesse. Isten áld meg a ma! Én mindig próbálom óhajtó mondatba, ezért nem is vigyázva állok, hanem így. Imádkozom. Nem parancsolok az Isten áld meg a magyar... Nem. Tudják, mi magyarországi elmondata? Na, hogy még mondjam. Mondtam is Viktor testvérnek a többieknek, de úgy látszik, mi katolikusok nem voltunk elég erősek hozzá. De hogy kezdődjön a magyar alaptörvény? Ne úgy, hogy Isten áld meg a magyart. Van egy jobb mondat. Édesapám 2006-ban haldokolt, és írt egy levelet, tisztelték egymást Viktorral, írt egy levelet Viktornak. Fiam, add át a barátodnak. Mondom, kinek? Miniszterelnök úrnak. Nem ő volt a miniszterelnök, de úgy hívta. Unokája lehetett volna. Mondom, hagyjál már békén a papa. Fiam, azt mondtam, add át! Pedagógus volt apám, itt kezdte Felvidéken a tanítást, Esztergomba végzett. Matematika, fizika, földrajz, rajztanár volt. Fiam, add át. Átadtam, Viktor, azt mondja, mit ír? Hát mondom, nem képzeled, hogy elolvasom. Azt mondja, de nyitott boríték. Mondom, akkor is, ez neked szól. Édesapám írta, fontosnak tartja. Kinyitja. Én háromszor láttam a Viktor befelé sírni. Maguk is látták az egyiket, most, mikor az Anikónak megköszönte. Én háromszor láttam egy életemben. Ez volt az első, hogy láttam. Azt mondta, mondom, mi van, Viktor, baj van? Baj, olvasd, ilyen apád van. Excellenciás uram, mondta a hegykői tanító ember, a felcsúti volt miniszterelnök úrnak, aki megint az lett. Excellenciás uram, engedje meg, hogy a kampány jelmondatának ajánljam. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Talán nem volt olyan szerencse, hogy jó történelem tanára volt. Ha elkerült a figyelmét, most megmondom magának, ha tudja, akkor bocsánatot kérek. Ez Magyarország jelmondata. Mikor Szent István a koronát megkapta a pápától, akkor a római levélből ezt választotta Szent István Magyarország jelmondatának. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Ez egy nagyon komoly szabad akarati mondat. Ha eleink Mohácson, Tonkanyarban, Augsburgnál, pozsonyi csatában, bárhol indultak csatába, Isonzónál, mindig így indultak, ha Isten velünk, ki ellenünk. Hányszor állította meg Magyarország Európába a betolakodást? Hányszor? És még mindig magyarul tudjuk mondani, hogy bocsáss meg, vagy Istenem, ne haragudj. De ez egy szabad akarati mondat. Azt mondta nektem, Viktor Kálmát, haval hogy lehet kezdeni? Úgy, hogy mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogyha Istennel vagy, akkor a családoddal is vagy, meg a hazáddal is vagy. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Így lehet összefogni a nemzetet. Ez igaz, hogy egy szabad akarati teológia, de ez nem idegen a Bibliából, és a Szent István ezt 1000 évvel ezelőtt így gondolta, mi nem ásítsunk rajta. És jó lenne a köztudatba ezt visszatenni. Ez Magyarország jelmondata. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Itt nem gyerekjáték folyik. Látom a nagy csöndet. 2017-ben letelt a fatimai 100 év.
2017. november 7-én letelt a nagy októberi szocialista forradalom. Azt mondta a mama Fatimába, hogy 100 év múlva már nem lesz kommunizmus Oroszországban. Háromszáz éves volt a londoni nagypáholy, 2017 nyarán. 500 éves volt a lutheranizmus. 3,5 év van a Bibliában a nagy megmérettetés ideje. A fatimai 100 évtől 3,5 év múlva, 2017, május 13-tól 2,5 év, tudják mikor lesz? 2020, október 13, október 8-án a magyarok nagyasszonya ünnep. 2020, szeptember 15-én, eucharisztikus világtalálkozó Magyarországon. Egy hónappal hamarabb, mint a nagy megmérettetés ideje. Micsoda kegyelem. Itt 2020, október 13-dik után mi lesz, én nem tudom. De hogy valamit nagyon készít az Isten, azt látom. Hogy egy ilyen drága, görbelábú, felsúti fotbalista, liberális nemzetiből, ilyen keresztény, egyetemes gyerek legyen, az álljon ott, a standon, azt lassan mindenki utána megy. Tudják, hogy hívja a mama? A reménység fia. Mondom, te ma azért nem vagy katolikus, mert akkor mit csinálnak a reformátusok? De mondom, már nincs sok időtök. 2020. októberében más világ lesz. Akkor már együtt fogjuk a Szentostját. Ja, jut eszembe. Egyszer veszítettük el a kétharmadot. Mondtam is neki, ne csodálkozz. Hát 2013-ban a református zsinat mit határozott? Hogy mi katolikusok, akik magunkhoz vesszük a Szentostját és imádjuk a Szentostját, mi bálványimádók vagyunk. Gratulálok, Viktor Krám. Feleséged meg a lányait bálványimádók. Meg sátánista. Miért mondasz ilyet? Azért, mert ezt mondta az egyházat. Szerencsére nálunk, amit az egyház fő mond, azt nem kell a többinek betartani. Nálatok van csak úgy, hogy amit a főnök mond. Na, akkor igyekezzetek, mert a főnökünk még mindig azt mondja. Képzeljék el! Hát 14-ben persze, hogy aztán megint visszakaptuk a kétharmadot. De 13-ban ott voltak ilyen problémák, aztán itt halt meg valaki, ott halt meg valaki, az nem lehet jobboldali. Meggyőződés, hogy ez a 3-2-3-at, háromszor vári Kandel, Ludasály Matyászt vissza. Nem lesz több kétharmad. Vagy egység lesz, vagy elveszünk. Vagy egység lesz, vagy elveszünk. Egy ezredémi szenvedés kér, na azt a részt nem mondom. Hát volt olyan hely, ahol elmondtam az egészet, csak ezt a részt nem mondtam el. Egy ezredévi szenvedés kér. Ó, nem lehet, hogy annyi szív, hiába ont a vért. Nem gyerekjáték, ami itt folyik. Legyenek kedvesek magukban kulturális rendet csinálni, egyetemes rendet a környezetükben is, és segítsék a rászorultakat ebben. Minél többen, minél hamarabb, minél jobban, minél egyetemesebben elinduljunk a kultúrába. Az európai kultúrába. A református Szabó Lőrinc írja ezt a verset. Először Tibor Viktor és Károly hat szem közt mondtam el ezt a verset közösségben. Az első parlamenti választások éjjelén, akkor volt először kétharmad. Mondom, fiúk, mi mindig is Európával voltunk, 1000 év óta. De Szent István felajánlásnak következtében mi vagyunk a világ engesztelő népe. Európa mindig úgy néz ki, ahogy a magyarok. Ezért ajánlom nektek ezt a verset. Minden európai parlamenti képviselő asztalára lefordítva érdemes volna oda tenni.
Szabó Lőrinc, hazám keresztény Európa. Útálom és az arcába vágom. Párbajra hívja Európát, nem agyonveri. Az Úr Jézus se verte agyon a kufárokat, agyonveri, hogy térnek meg? Hé, fiúk, nem itt van a dolgotok, az kint csencselünk. Itt imádkozom. Utálom és az arcába vágom. Hé, elveszítetted Európa az Isten képmásodat, keresztényi, zsidó-keresztényi hagyományodat. Utálom és az arcába vágom. 30 év vagy 2000 óta. Undorító, őrült világ ez. Ez a farizeus Európa. Szívőről elszakadt agyas. Kenyér helyett, szent kenyér, Isten helyett, kenyér helyett az éhező csitítja szóval, hittel, éggel, s maszatos lelki ismeretét, szívnyalogató versikékkel. 30 év vagy 2000 óta hány eszme rohadt el szívébe? Hazám keresztény Európa, mi lesz, ha majd magára döbben? Mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített? Mert jósága szíve, imája egyszer már mindent elveszített. Mi lesz, ha megjő pokoli lángszórókkal, gépfegyverekkel, vasisakos, pestishozó, bosszúálló angyalsereggel? AIDS, madárvírus, fölmelegedés, migráció, mi kell még? Mi lesz, ha megjő Krisztus és új országot teremt a földön? S elhullanak a banditák, s nem lesz több harc, se kard, se börtön. Ha mennyei tiszta szerelmét, tetté acélozza a bárány, s újra megvált. Ó, nem a jók, de a gonoszak vére ár. Hazám, keresztény Európa, túlélve időt, szörnyű végét, elbírod-e te még az Istent, a szeretetet és a békét? Egyébként a mostani pápáink is azt mondták, Európa, a 21. század Európa vagy euharisztikus lesz, vagy nem lesz. Babics Mihály versével szeretném befejezni, utána meg kérdeznek, ha van kérdés, botor válasz nincs, vagy botor kérdés nincs, de botor válasz szokott lenni, igyekszem. A világ legszebb versének tartom ezt, amit most elmondok. Trianoni nagy fájdalmában írta Babics. Hát ő ezt tudott valamit róla, Fogarason volt ugye tanár. Egy időben. Ugye még egyszer mondom, aki most jött, vagy éppen nem hallotta, mi vagyunk az egyetlen nép, akit saját maga vesz körül. Olyanak vagyunk, mint az oltári szentségtartó és az oltári szentség. Olyanak vagyunk, mint egy szelet kenyér, a kenyér héja és a bele, szétválasztatott. Utolsó négy sora, hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá. S nőjünk az ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap. És a nap itt nem panteizmus, nem napimádás, hanem hogy a nap a fizikát élteti a sugarain keresztül, úgy az Isten szent lelke, a Szent Háromság egy Isten szent lelkén keresztül éltet mindannyiunkat. Hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk az ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap. Itt lesz 2020-ban az euharisztikus világtag, már másodsz. Semmi ok nem volt erre. Ha csak nem a mama akar valami nagyot jelezni, vagy segítni ennek a drága, sokat szenvedett Kárpát-medencének. De hogy kezdődik a vers? Babics Mihály Euharisztia, hálaadás szent kenyér. Az Úr nem ment el, itt maradt. Ő belőle táplálkozunk. Ó, különös szent nagy titok. Az Isten tesszük, mint az őstörzsek borzongó lagzikon. Ették, itták királyok húsát, vélék, hogy óriás halott királyok ereje szállna mellökbe. De a mi királyunk Krisztus nem halott. A mi királyunk eleven. A gyönge bárány nem totem, a megváltó nem törzsvezér. Ereje több, ereje más. Ő óriásabb, óriás, ki két karjával átalér minden családot s nemzetet. Egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Mit ér nekünk a test, a vér, ha szellemében szellemünk nem részes, s úgy veszük őt magunkhoz, mint a ma vadak, a tetemet vagy totemet. Áradj belénk hátó örök imádás és szent szeretet. Oldozd meg a bilincseket, melyekkel törzs és vér leköt, hogy szellem, és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk az ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap. Ilyen költőnk van. No, emészteni kell, nem csodál. Ezt meg kell emészteni.
Én is így gondolom. Nagyon szépen köszönöm. Mégis, ha bárkit bármilyen megbántottam, tudják, az orvos, ha vág, nem gyilkos. Ha azért vág, hogy kivegye a rossz részt, vagy kiengedje a gennyet, akkor orvos. Ha azért vág, hogy abortuszhoz, vagy eutanáziához blöffölje a beteget, akkor gyilkos. Múlt héten mondta ki Ferenc pápa, hogy az abortusz gyilkosság. Mégis, ha valakinek nagyon fáj, én nem abortálni és nem eutanáziát blöffölni jöttem ide, hanem életet serkenteni kultúrával, ami Isten nélkül elképzelhetetlen, és az ember szabad akarata nélkül meg vicc. Az Isten meg nem viccként használja az embert a szabad akaratán keresztül. Mert társai lehetünk ebben a nagy műben. De ha mégis valakinek nagyon fáj, ami történt, amit mondtam, attól bocsánatot kérek. Bűnt el lehet követni gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Nem szerettem volna mulasztani, és köszönöm, hogy önök sem mulasztottak. Egy középkori szent és filozófus azt mondta, hogy az Isten előtt a nehéz bűneink nehezek lesznek, de nem lesznek olyan nehezek, mint a mulasztásaink. A legtöbb baj abból van, hogy beiratkozunk katolikusnak, azt a pap megtemessen el. Egyébként kus, maximum még eskessen. Egyébként kus az egyháznak. Ez nem így van. Az Istennek itt is, ott is, amott is, mindig, minden pillanatban helyet kell adni. Legyen meg a te akaratod. Amen. Köszönöm. Akkor a szervezők nevében is még egyszer megköszönöm ezt a tartalmas előadást, és azt hiszem kaptunk bőven útravalót. Én is köszönöm, mindenütt viszontlátásra.